A Garai térre behajtó autóst állítanak meg a rendőrök szerda délelőtt. Ide szeptember eleje óta csak az önkormányzat által kiadott engedéllyel lehet bejönni minden járművel. Ennek a sofőrnek volt ilyen dokumentuma, ezért őt nem kellett megbírságolni. Az utca Béla Király téri felére szeptember elején helyezett ki rendszámfelismerő kamerát az önkormányzat, azóta mindenkiről tudnak, aki ide behajt, a rendőrség pedig több száz esetben indított szabálysértési eljárást mindössze másfél hónap alatt. 22. szeptember 1-e és október 15-e közötti időszakban 407 eljárás indult a behajtás szabályainak a megszegése miatt. Nagyon fontos felhívni a figyelmet valamennyi járművezető részére, hogy erre az útszakaszra csak s kizárólag akkor hajtsanak be, amikor külön engedéllyel rendelkeznek. Stábunk ott létekor is több autós ment be a Garai térre, közülük volt, akinek nem volt erre feljogosító engedélye. Vele szemben a helyszínen intézkedtek a rendőrök, 30 000 forintos bírságot kapott és büntető pontokat. A hatóság szóvivője szerint megoldás az lenne, ha a sofőrök néhány tíz méterrel az utca előtt megállnának. A Béla téren, vagy pedig itt a környező utcákban, ahova még behajthatnak, és az iskolába a gyermekeiket gyalogosan kísérik, vagy pedig, hogyha olyan árut szállítanak, ami mindenképpen szükséges itt a környékbeli vendéglátóegységekbe, vagy pedig a közeli piacra, akkor a főutcáról közelítik meg. Tavaly egyébként egész Szekszárd területén nagyjából 700 szabálysértési eljárás indult. Beszédes, hogy ezen a mindössze nagyjából 200 méteres útszakaszon csak szeptember óta már 400 ilyen eljárást kezdeményezett a hatóság a szabálytalan sofőrök ellen.